India a világ egy olyan ritka országa, ahol több a férfi, mint a nő. Születéskor a várt, remélt kisfiút örömmel üdvözlik, még ha a nyomornegyedben is kell felnőnie. Több esélye lesz, mint egy lánynak. Ebben az 1 milliárd lélekszámú országban a hagyományok, a konzervativizmus, az alárendeltség sokkal inkább, mint a gazdasági elmaradás, iszonyatos különbségeket hozott létre fiúk és lányok között. Az indiai mondás szerint fiút nevelni annyi, mint növényt ültetni kertedben, mely ha öntözöd, ápolod, nagyra nő, s árnyékot, gyümölcsöt ad néked. A lány más kertje számára ápolt és öntözött növény, szolgálatai, érzelmei másé lesznek, és férje családjához fog tartozni. Mindenki, akár gazdag vagy szegény, retteg attól, hogy lánya születik. Az, akinek nincsen fia, nem talál nyugalmat a halál után, és újjászületések végtelen során át bolyongani fog. A fiú születése azért is elsődleges, mert ő gyújtja meg szülei halotti mágiáját, és ezzel a mozdulattal teszi lehetővé számukra, hogy lelkük kiszabaduljon és részese legyen az örök életnek. Ha a szülők túl szegények, nem engedhetik meg, hogy a lánygyerekek is iskolába járjanak. Így az ő dolguk a bevásárlás, a házi munka, a vízhordás, a főzés. A nyomorba süllyedt családok, és ebből van bőven Indiában, nem ritka, hogy koldulni küldik az utcára a gyerekeket. A lányoknak csak mindegy negyede tud írni és olvasni. Azok közül is, akik elkezdik az iskolát, sokan abba hagyják még az elemi elvégzése előtt. Akár azért, mert férjhez mennek, akár azért, mert segíteniük kell anyjuknak a munkában. And then Ramrakar, in this golden temple.
His father said, "Meet the princess." Sok gyerek kényszerül munkára az iskolába járás helyett. Hiába ingyenes az oktatás, a szegény családokban szükség van a gyerekek segítő kezeire. Aki teheti, házasságát szent helyen köti meg. A Ganges partján kötött vagy szentesített házasságok különleges erővel bírnak. Egy lánygyermek férjhez adása kés csődöt jelent egy szegényebb családnak. Bár 1947 óta a hozomány hagyománya tilos Indiában, a gyakorlat teljesen más mutat. A lányos családnak több évig kuporgatnia kell, hogy összegyűjtsék a megfelelő hozományt. Ha sok a hozomány, jobban megbecsüli férje és annak családja a nőt. Ha kevés hozomány gyűlt össze, vagy ha az előzetes megállapodást a lány családja nem tudta teljesíteni, nehéz idők várnak az új asszonyra. Ilyenkor még az is előfordul, hogy a férj családjának nyomására a férfi elhagyja asszonyát. A feleség még a hozományként bevitt vagyonból sem kap vissza semmit, és további sorsa a megalázottság és számkivetettség. गंगा माता इन महाबरकन्यायाम विवाचा दिहितवे माघ महीनायाय नमः रखिए नैवेद्यम नैवेद्यामि विचमेन महा मालितानि पुष्पाणि पांतु। हसोलो a helyzet a férj halála esetén is.
A feleségnek nem marad egyebe, mint az ékszerei. A feleség a férfi családjába tartozik, és a férj halála után a család kitaszíthatja. Ezért fontos az ékszer az asszonyoknak. Már a szülők a férjhez menetelkor, anyagi lehetőségeik szerint igyekeznek ékszert adni lányuknak. Így tesznek a rokonok is. A férj szeretetét is ékszer ajándékok alapján mérik le asszonyaik. Az indiai alkotmány által betiltott kasztrendszer. A tiltás ellenére továbbra is szabályozza az emberek életét, így a házasságkötést is tartozzanak bármelyik vallási csoporthoz. A hinduk csak kaszton belül házasodhatnak egymással. A papi brámon és a katonai sátria kasztok után következik a legszélesebb tömegeket magába foglaló vájsza, azaz a kereskedő, földbirtokos, hivatali kaszt. A hatalmas országban vidékenként is különböznek az esküvői szokások. És alig, hogy elcsónakázik az ifjú pár a Gangeszen, már újra szól a zene, egy újabb esküvő résztvevőit kísérve a partra, hogy megismétlődjenek a házasságkötési szertartások. És ez így folyik szakadatlan, óráról órára, napról napra, míg be nem köszönt a nyári monszun, az esős időjárás. Az esküvőt közvetlenül megelőző látványos esemény, amikor a vőlegény egy ló hátán ülve az általa meghívott vendégek kíséretében elvonul a lányos házhoz. Zene szó mellett lassan halad a menet, közben táncra perdülnek a vendégek, amíg meg nem érkeznek az esküvő színhelyére. Az esküvő a családok számára a nagy megmérettetés. Hatalmas családi megmozdulás, olyan rég nem látott rokonokkal, ismerősökkel, akik esetleg már 10 éve is van, hogy nem találkoztak. Nagyon sok elrendezett házasság pontosan az esküvőkön születik meg. A szülők itt nézik ki egymásnak a fiatalokat, akik legtöbb esetben még csak gyerekek, és itt tájékozódnak egymás anyagi helyzetét illetően is. Nagyon fontos a horoszkóp, melynek feltétlenül egyezni kell a két házasulandónál. Esküvői szertartásra és a vacsorára a mennyasszony házánál vagy annak közvetlen közelében felállított, díszesen felcicomázott sátrokban kerül sor. A következő részben Jaipur közvetlen környékére látogatunk el. Felkeressük az úgynevezett királysírokat, a maharadzsák pazarul megépített síremlékeit.
ellátogatunk Ambirba, amely Jaipur megalapítása előtt 6 évszázadig volt Rajasztán fővárosa. Az Ambiri palota a mai napig hirdeti Rajasztán 17. századi uralkodóinak nagyságát. Yeah.